A 132 aljelzésű megyei út felújítását egy éve kezdték el. Az országos helyi fejlesztési programból finanszírozott közel 6,5 millió lejes beruházás eredményeként szélesebb lett az út, sáncokat és átereszeket ástak, kapubejárókat és mellékutakat aszfaltoztak le, Homorod-Szentmárton kiáratánál pedig egy új hidat is építettek. Az útépítéssel 10 éves álma valósult meg a homorod-dalmásiaknak. Sokan fogják használni, fogalmazott Tikosi László, homorod-dalmás polgármestere. Volt és van udva homorod-dalmásnak több irányba útja, de ez a legrövidebb út, ami összeköti Homorod-Szentmártonnal, valamint Székely udvarhelyen, és a valóság az, hogy a legtöbb ember Székely udvarhelyre áll, ő a legközelebbi település hozzánk, és nagyon örvendünk ennek, hogy sikerült ezt a megyei tanács finanszírozásával létrehozni ezt az utat, megjavítani, és egy tényleg Európa szintű utat építeni itt. Nagyon örvendünk neki, ugyanis Homorod-dalmásnak három, egész pontosan Szél Rózsa minden irányában van úthálózata, északra Szentegyháza, délre Oklán, keletre a homorod-dalmási Orbán Balázs barlang, valamint nyugat irányba a Homorod-Szentmárton összekötő út. Nagyon fontos számunkra több szempontból, és akkor, amikor a megyei tanács vezetőségére beszéltünk erről, hogy elmondtuk a mi elvárásainkat és szempontjainkat, akkor azt mondtuk nekik, hogy mi úgy lássuk, hogy élhető falu legyen, hogy megtartsuk a fiatalságot, a népesség ne apadjon, a létszám ne apadjon a községbe, létfontosságú, nagyon fontos, hogy ez az út elkészüljön, és mivel nyugatra vezet, elmondtam, hogy nem azért vezet nyugatra, hogy nyugat fele vigye el a fiataljaikat, azért vezet nyugatra, vagy nyugatról hazafele vezet, tehát ez nyugat felőről vezet keletre, és a szülőfaluba visszavezeti az embereket. Legalábbis ez nekünk az elképzelésünk, ez az elvárásunk, vagy reményünk. Az a célunk, hogy összekössük a kisfalvakat a nagyobbakkal, a nagyobbakat a városukkal, hogy az útépítéssel új fejezetet nyissunk a székelyföldi települések számára, mondta Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Egy nagyon nehéz beruházáson vagyunk túl, amely, ha minden tökéletes lett volna, akkor valószínű, hogy nagyon egyszerűen, nagyon könnyedén, úgymond lájtosan, idézőjelben megvalósulhatott volna, de itt sajnos nem erről van szó. Azt mondtam tehát az átadó beszédemben is, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy törmeléket, amiből kéne építeni egy házat, tehát nem a tiszta betont, a tiszta vasat, az erős vasat, az erős tervet és az erős eszközöket, ami ezeket meg kell építeni, házzá kell formálni, hanem itt nem volt rendben a terv, nem volt rendben a tulajdonjog, nem volt rendben az erdőviszony, nem volt rendben az égvilágon semmi sem, és ilyen körülmények között kellett törvényesen a törvény szintjére felemelni, és elfogadhatóvá tenni, hogy lehessen a munkálatot elvégezni, a dokumentációt. Ez azt jelenti, és én ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy ha hiszünk, hogy van egy összefogás, és hiszünk abba, hogy a nehézségeken is át tudunk menni, akkor meg lehet csinálni a dolgokat. Mert attól kezdve, hogy itt megtaláltuk helyben a segítséget, Almás polgármestere részéről, illetve a megyei tanácson belül is volt egy egyhangú, pozitív hozzáállás, hogyha nehezen is, de menjünk előre, ugye sikerült a jól dolgozó munkatársaimmal elérni arra a szintre, hogy már ezt az utat átadhatjuk, és ezzel megint növeljük az esélyét a fiataljaink hazavonzásának, növeljük az esélyt az itthon maradt, itthon boldogulni kívánó fiatalok számára, és hisszük azt, hogy a gazdasági növekedés a kis és közepes családi vállalkozásokat fogja erősíteni ez az út, munkahelyeket fog teremteni, és turisztikai, vendéglátási bevételeket fog generálni. Bíró Barna Botond leszögezte, a következő projekt a 131 A-jelzésű Homorod-Szentmárton és Homorod-Keményfalva közötti útszakasz, amelyre már meg is van az anyagi fedezet. Habár ugye Homorod-dalmás az, ahova ez az út megérkezik, azt meg kell említeni, hogy ez nem csak Homorod-dalmás településnek fontos, hanem az egész Homorod mentének, hiszen bármelyik irányból közelítjük meg, lerövidíti az útszakaszt, az időt, amit nagyon sokan, akár Udvarhelyre, akár Csíkszeredába megtéve emberek az úton töltenek. És a mai világban nagyon sok ember már a városokban dolgozik, vagy városról jönnek ki falvakra. Nagyon sokat vagyunk az úton. Nem mindegy, hogy milyen az az idő, amit az úton eltöltünk, mennyire teszi élvezhetővé magát az utazást,
És nyilván, amikor arról beszélünk, hogy egy útnak a megépítése, akkor az nem két nap, az nem két év, hanem az akár egy 10 éves folyamatnak is lehet a vége, hiszen ha jól visszaemlékszem, akkor az még Kerekes Péter homorodszentmártoni polgármester, illetve Rigó Mihály homorodalmási polgármester úrral volt egy olyan közös tanácskozás, ahol megfogalmazódott ennek az útnak a megépítésének a fontossága, hiszen egy olyan helyen vagyunk, ahol aszfaltút ezelőtt nem volt. Nagyon sok minden történt, és nagyon sok nehézség is volt ebben a folyamatban, ezért is kiváltképp öröm számunkra, hogy ma itt lehetünk, és jó úton, már egy megnövekedett forgalommal tud funkcionálni ez az út, tudja összekötni Homorod-Szentmártont Homorod-Almással. A reményeink és minden előremutató jel abba az irányba mutat, hogy a Keményfalva, Abásfalva útszakasz is jövő évben már akár ilyen stádiumba is kerülhet. Nyilván egy dolog az, ami most a fejfájást okoz nekünk, az, hogy a tervező cég, aki ennek az útnak és annak az útnak a tervezését megnyerte, az milyen gyorsan fogja a tökéletes tervet átadni nekünk. Az útépítés költségvetése összesen 6,5 millió lej volt, az út hossza több mint 6 kilométer.